Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Te kapsz egy ajándékot. Lesz egy meglepetés, vagy egy jó ajánlat. Hogy miről van szó, az itt látható középen. Itt nem csak téged ajándékoz meg valaki, hanem lehet, hogy te is megajándékozol valakit. Itt ezen az oldalon látható, hogy mi várható, és jobb oldalon vannak a te kártyáid, hogy hogy viszonyulj ehhez az ajándékhoz. Itt látható a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre. Ez a személy, és ez lehet a lelki társad is, szeretne téged megajándékozni. Itt lesz egy új kezdet, de még nehézségekkel, hiszen ő sok mindent cipel. Így nehezen mennek előre a dolgok. És hogyan tovább, hogyan alakulnak az események? Itt látható, hogy ő jön, közeledik feléd, ezen a fehér paripán, mint egy király. De az út, ahol jön, nagyon szűkös. Itt látható a parasztság, itt vannak a katonák, és ezen a szűkös úton nem könnyű neki előre haladni. És ahogy látjuk, mindenki úgy bámulja őt, de senki nem tapsol, senki nem figyel oda rá, nem kapja meg az elismerést, amit ő elvár, hogy te nézz így rá, mint egy királyra, hiszen tőled akarja megkapni ezt a megbecsülést, vagy ezt a dicséretet, ezt az elismerést. Itt látható egy hétvégi házacska, szép kerttel, itt a nyár, minden kivirágzik. Ez lehet egy meghívás, lehet egy utazás, egy kirándulás, egy kiruccanás. Azt is jelentheti, hogy ő vissza akar veled húzódni, és élvezni a természetet, ezt a nyugalmat. Tehát lesz itt egy meghívás részéről. Itt látható ez a kehely, és ez utal az ő érzelmeire. Ő érzelmekkel közeledik hozzád. Amit ez a kehely még jelent, az intuíció, vagy az inspiráció, lehet, hogy ő tud arról, hogy téged ez érdekel, és megajándékoz téged valamivel, ami számodra fontos vagy értékes. Ez lehet egy jó könyv is, amiből tanulhatsz, és akkor itt a spirituális dolgokról van szó. És hogy viszonyulj hozzá? Vedd kezedbe ezt az érmét, mert ez jelenti a te belső értékeidet. Te értékes vagy ahhoz, hogy mások megajándékozzanak téged. Itt közeledtek egymáshoz. Te átnyújtod számára ezt a kejhet, ami utal a te érzelmeidre. Tehát kimutatod az érzelmeidet. De te is megkapod ezt a kejhet tőle, mert ő is kimutatja az érzelmeit. És a 2-es szám itt jelenti a párkapcsolatot, téged és őt. Miért kapod meg ezt az ajándékot, ezt a meghívást, vagy az ő közeledését, a nyitottságát, ezeket az érzelmeket, mert az ő szemében te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, a kelyhek felett, és az jelenti az érzelmeidet.
de a tehetségedet is, az intuíciódat, az inspirációt, a művészi tehetséget, vagy egy spirituális területet. Ő ennek tudatában van. És itt látható az, hogy mi történik. Ő közeledik feléd, átnyújtja számodra ezt az arany érmét, tehát valami értékeset, vagy kimutatja azt, hogy te vagy értékes számára. De itt látható az is, hogy néha olyan, mint egy király, és elvárja azt, hogy feltekints rá, hogy becsüld őt, dícsért őt, vagy mondj köszönetet, ha kapsz tőle egy ajándékot, vagy egy meghívást. Ez az ő elvárása. De ő nem beszél erről, hanem úgy közeledik, úgy mutatja ezt ki, mint egy kisfiú elvárások nélkül. Tehát más a fellépése, mint itt, ezen a képen, ahol megjelenik, mint egy büszke király. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderah!